Szeretettel köszöntöm nézőinket a 7.tv kikötő című műsorában. A békési református gyülekezetben nemrégiben új lelkipásztort avattak, aki a helyi eklésiát 27 éven átvezető katona Gyula utódjaként vállalta el a megbízatást. Vendégem Molnár Máté református lelkipásztor, akivel ismerettségünk okán tegezőleg beszélgetünk majd. Szerusz köszöntelek a stúdióban. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Nos hát egy friss, az előző végi decemberi beiktatáson vagyunk túl, ahol elvállaltad ezt a palástot, a szolgálatot, sok minden, hogy fogalmazhatnánk. Egy kicsit azonban menjünk vissza az időben. Azt tudhatjuk, hogy most már 8. éve szolgálsz békésen, Így de igaz. nem innen indult a te életutad, de egy kicsit mesélnél -e erről? Abszolút nem, abszolút nem. Hosszú életút, 32 év ugyan, de nagyon sok minden történt a 32 év alatt, és magabiztosan tudom azt mondani, hogy, hogy a kezdetektől fogva Isten úgy vezette az életemet, hogy ide kerültem békésre. Én eredendően egy borsodi kis faluból származom, egy Szuhogy nevű kiskösségből. ott nőttem fel, egészen az általános iskola 8. osztályáig ott éltem családommal, hugommal. Már akkor is közel állt hozzám az egyház, a gyülekezet. Elsődlegesen nagymamám volt az, aki kézen fogott és vitt a templomba, a helyi református gyülekezetbe. Úgyhogy abszolút nem volt nekem idegen maga az egyház, maga a hit, a vallásosság református szinten, de egyébként apai oldalról már katolikus a család, úgyhogy a katolikus egyházban is viszonylag otthonosan tudtam mozogni, meg később is voltak, meg azóta is vannak ott is kapcsolataim. Szóval onnan indultam el, és a nyolcadik osztály elvégzése után nem is volt kérdéses ott helyi szinten, hogy Miskolc a Lévai József Református Gimnázium az, ahova én szeretnék menni, és ahol, ahol a helyemen lehetek, és folytathatom tovább az utamat. Ide felvételt is nyertem, nagyon szerettem ide járni, sokat tanultam, és emiatt egyébként... Nagyon jó visszagondolni arra, hogy ott a Miskolcon eltöltött négy év, amit ott adott nekem egy, egy, egy jó nevű, jól működő, stabil iskola. Mennyire tudom az ottani tapasztalatokat hasznosítani most egyébként itt békésen, ahol, ahol szolgálok. Na, de erre majd visszatérünk még. A Lévai után Debrecenbe kerültem. Itt már volt egy elhívás, Istentől kapott elhívás, amit nagyon sokáig nem tudtam gimnáziumban sem, hogy hova tovább a hitem megvolt, rendszeresen olvastam a Bibliát, de nem volt bennem az, hogy akkor nekem a lelkészi pálya az, ami, ami, az utam lesz. Soha nem fogom elfelejteni. Latin óra, 12. osztályos voltam már akkor, és hátsó sorba elővettem a Bibliát, és elolvasom a mai ígét, hogy éppen mi van a kalauz szerint. Kettő Timóteus 4 kettő, bele borzong az ember pozitív értelembe klasszikus ige hely egyébként ez a hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Az egy olyan méretű megszólítás volt számomra, rögtön éreztem, hogy ez az akkor, ezt kell csináljam. Előtte gondolkodtam a katonaságon sokáig, építészet is foglalkoztatott volna, de a teológia lett az én utam. Érettségi után jelentkeztem is Debrecenbe, Debrecenben pedig hát elvégeztem a teológiát. Ez hat esztendő, ugye összességében. És hogy hogy kerültem egészen békésig, ö, akkori professzorom ö, Marjowski Tibor ö, ajánlotta fel a lehetőséget, hogy lenne kedven, volna kedven békésen szolgálni Katona Gyula Esperes úr mellett. Mert hogy a teológiának az utolsó év az gyakorlati év, tehát öt év bent a teológián, és akkor egy év kint be, utána tudsz majd államvizsgázni, utána kapod meg a, a diplomádat hozzá. E, és hát amikor a professzor azt mondja a diákjának, hogy volna a kedved itt vagy itt szolgálni, természetesen igenlő választ e, adtam rá én magam is, mint ahogy sokan tették volna a helyembe, így kerültem békésre. Tíz hónap volt még akkor úgy kilátásba hogy megtanuljam a gyülekezetben való forgolódásnak az alapjait, mint lelkipásztor. És utána úgy intézte tovább a dolgokat, hogy, hogy itt maradtam. Akkor ment el az előző ifjúsági lelkész, aki már most máshol szolgál, gyakorlatilag lett egy üresedés, és Katona Gyula megkérdezte, hogy volnál -e kedvem betölteni ezt a, ezt a pozíciót, mint ifjúsági lelkész, és én pedig igen mondtam, mert akkor már megszerettem mind az iskolát, mind a gyülekezetet, aztán teltek az évek, azóta megtaláltam a szerelmet, a házaspáromat, Sacit, született már egy gyerkőcünk is, úgyhogy most már abszolút békésinek is vallom magam a borsod identitásom mellett. Említetted azt, hogy érdekelt az építészet, érdekelt a katonasság, és az ugrott be, hogy mind a kettő kicsit más oldalról, de az életnek a a rendi oldalát, a rendezettséget, az összeszedettséget, a, a sarkosságot, különösen az építészetnél fontos fogalmakról beszélünk, de a katonasságnál ugyanígy. Ehhez hogyan társult, vagy hogyan ért össze benned mindez a fajta érdeklődés a hittel kapcsolatban? Mik voltak azok a sarokpontok, amik például akár egy, egy liturgiában, a Református liturgiában, vagy a Katolikus liturgiában megtaláltak téged, és ami mondjuk a te belsődben, én ezt csak feltételezem, és nem bemagyarázni akarom, ezt majd elmondod, de hogy volt olyan része, ami így megérintett téged a, a rend, a rendszeresség, a rendszerezettség, akár a teremtésben meglévő rendnek a, a Megfogott ezt téged. Érdekes ez a felvetés, megmondom őszintén neked, hogy ilyen szempontból nem gondolkodtam még el ezen, de, de mindenképpen van egy párhuzam, akár a, a, az építészet, akár a katonaság és a, és a lelkipásztorság között, hiszen nekünk is napról napra építeni kell. Építeni kell egy gyülekezetet, építeni kell egy rendszert, azt fenntartani, azt jól működővé kell tenni, ehhez pedig Isten adja azokat a sarokpontokat, amin keresztül el tudunk igazodni a, a gyülekezeti életbe, és tudjuk úgy csinálni, hogy az, az valóban jó működő, valóban áldásos legyen, valóban Isten országát építsük. És hát a katonaság pedig, ugye írja Apostol egy helyen, hogy mint Krisztus Jézus jó katonája. Tehát a a lelkipásztorság, de nem is csak a lelkipásztorság, hanem alapvetően a keresztényeknek az identitásához tartozik az is, hogy bizony a hitnek a harcát napról napra meg kell, hogy harcoljuk. Tehát van egy, van egy, ilyen olvasata is ennek a dolognak, és ezt tovább fogom majd gondolni, miután beszélgettünk, mert tényleg, tényleg van itt egy párhuzam. Mindenképpen, mindenképpen egyébként van, van, benne, van benne ráció, amit mondasz azt olvashatjuk az igében, hogy úgy tetszett Istennek, hogy az igé bolondsága által tartsa meg a híveket, és hát most talán olyan világot élünk, ahol egyre inkább bolondságnak tűnik az, amiről az Istennek az igéje beszél. Neked mi az, ami az, ami az igében központi gondolat, és ami mondjuk végig kísérte az életedet, és akár az igé is megjelenik újra és újra? Nagyon jó kérdés. Mindig aktuálisan egy-egy téma vagy egy egy igerész körül forog az életem a gondolataim a, a gondolkodásom. Ami folyamatosan vége, végig kísért, az mindenképpen az elhívási igém. és annak a folytatása. Mert ugye ott arról ír Timóteusnak Pál, hogy lesznek igék, vagy lesznek időszakok, amikor a, az igaztanítástól elfordítják az emberek a fejüket. És olyan szépen írja, hogy te mégis fegy, incs, biztos. És, és, azt hiszem, hogy ez az, ami folyamatosan fenntartja benne mind a lendületet, mind a tenni akarást, hogy bizony folyamatosan szükség van a biztatásra. Időnként a feddésre is, ami kevésbé egy kényelmes és nem egy, nem egy szerethető dolog, de, de tudatosan, hogyha az ember ezt vállalt, akkor ez is hozzátartozik a lelkipásztori szerephez ez az, amire azt tudom mondani, hogy tényleg folyamatosan végigkísér. Amikor, amikor egy kicsit az ember ellankad a hitébe, jönnek egy nehezebb időszakok, vagy nehezebb részei az életének, akkor, akkor ebben mindig bele tudtam kapaszkodni, és ez mindig tovább tudott lendíteni. Ebben még mindig úgy érzem az erőt, hogy, hogy, ez nagyon az enyém, ez nagyon nekem szánta az úr, és, és ez tud tovább, tovább vinni engem. Aki ott volt békésen az ökumenikus hétnek a záró Isten tiszteletén, ahol te hirdetted az igét, hogy nagyon érdekes téma volt. Ugye a, a pásztorok Krisztus születése, a, 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 csillag, hogy hogyan találnak oda, és milyen út vezet mondjuk Krisztushoz, a jászolhoz is, aztán ahhoz a Krisztushoz, aki, akit megveszítettek, Ugye nagyjából ezek voltak azért a témakörei ennek a hétnek, és te is utakról beszéltél. És hát most, ahogy itt beszámoltál róla, te sem feltétlenül gondoltad azt, hogy annak idején a borsodik is faluból hogyan fogsz majd ide eljutni. És azért most, hogy megtörtént december 18-án a, a, a beiktatásod, egy kicsit beszéljünk majd arról is, hogy kik voltak ezen, ezen az eseményen jelen, és, és mivel is jár egy ilyen beiktatás. De egy kicsit arra akarok most rátérni, hogy 8. éve vagy itt, 7 teljes évet szolgáltál már itt békésen. És azt mondtad, hogy fontos a -e 10 hónap abból a szempontból is, hogy az ember megtanulja, hogy hogyan kell forgolódni a gyülekezetben, mik azok a sarokpontok, amik egy adott városnak, egy adott településnek, az adott embereinek és híveinek, hiszen individumokról beszélünk, és mindenkinek megvan a saját olvasata, és bár a hit összeköt, Hol érzed a, például a békési gyülekezetnek, a békési református eklésiának az erősségét, és mi az, ami számodra fontos ebben, és akár tovább viszed, mert, mert egy jó sarokpontnak tartod? Nézd, a békési gyülekezetnek alapvetően ami erőssége, én azt gondolom, az a, a nyitottság és őszintesség. Megvan a, alapvetően a békési mentalitás, én ezt tapasztaltam nem helyiként, hogy nagyon nyitottak az emberek de ugyanakkor őszintén is egyenesen tudnak egymással beszélni. Ez nagyban segíti a munkát, hogyha úgy tudsz hozzáállni és a szolgálatot. Nem kellő hozzáállással, nem kellően jó hozzáállással, ez esetleg sérüléseket is okozhat egy-egy emberben, de én erről nem tudok ilyen szinten beszámolni, mindig hálás voltam azért. A békisi gyülekezet nem egy nagy gyülekezet úgy önmagában. Viszont van egy összetartó mag, aki, aki tud egy irányba együtt dolgozni együtt szolgálni, és a terveink ugye ebből a magból kiindulva majd egy, egy szép növekedés lenne, hogyha az Úristen is megsegít bennünket. Volt egy állapot felmérésünk, egy hosszas gyülekezet állapot felmérés még évekkel ezelőtt, és ott meg is fogalmaztuk egyfajta mottóként vagy gondolatként, hogy kétféle útja van egy gyülekezetnek a tovább lépésbe, meg, meg, az életének a tovább, tovább görgetésében a növekedéshez. Vagy az van, hogy már van egy, 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 egy stabil és kiegyensúlyozott gyülekezeti mag, ami elkezd szépen kifelé missziózni. Vagy pedig, hogyha ez a mag még itt-ott gyógyításra szorul, vagy, vagy átalakításra szorul, akkor viszont a külső missziót nem megszüntetve mindig nyitottan állni az emberek felé, de, de ennek a belső magnak a megerősítése az elsődleges szükséglet. Mi bármennyire is jó a csapat, az utóbbinál maradtunk, hogy a belső magnak az erősítése, a, a, a jövőképnek a tervezése az, ami ránk vár itt, a, itt, az elkövetkezendő időben, és úgy tudunk majd nyugodt szívvel kifelé is ugye missziózni majd. Azt érdemes egyébként tudni, hogy maga a gyülekezet ten kívül van még a Békési Egyházközségnek egy iskolája is, egy iskola rendszere is ezt nem lehet megkerülni a Szegedi István is Református gimnázium, technikum, általános iskola, óvoda és kollégium, jó hosszú nevünk van a városnak egy jelentős részét hányadát tudjuk megszólítani akár szülők, akár diákok kapcsán is ez gyülekezet a gyülekezetbe úgy szoktam fogalmazni úgyhogy amellett, hogy a a, a, helyi gyülekezetnek a magját erősítenénk, mindenképpen folyamatosan nagy súlyt kell az képviseljen, hogy az iskolánk diáksága és a szülők és a pedagógus társadalom az, akiket, akiket szintén megszólítsunk, és nem is lehet feltétlenül ezt egybeolvasztani, de külön kezelendő mind a kettőt lehet szépen is, és Istentől kapott kellő bölcsességgel mindig imádkozunk azért, hogy ezt meg is kapjuk hozzá, lehet építeni, és úgy látjuk, hogy az elmúlt években elindult ez a fajta, ez a fajta építkezés, ezt kell nekem majd most tovább vinni a jövőben. Köszönöm, hogy említetted a diákságot. A, akik között hát szolgáltál, szolgálsz, Igen. és hát nagyon fontos részét képezte az elmúlt időszakodnak is. Mit tartasz a fiatalok felé való szolgálat sarkalatos pontjainak? Mi az, amit a legnehezebbnek ítéltél meg? Helyszinten óriási diák gyülekezetről kell, hogy beszéljek. Több mint 800 diákunk van. Az elsődleges cél, amit én megfogalmaztam magamnak még annak idején, ami lehet, hogy elsőre kevésnek tűnik, de az kezd beigazolódni, hogy nem az. Méghozzá az a cél, hogy a diákjaink abszolút ne legyenek felnőttként egyház idegenek. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül az az elvárás, hogy aktív gyülekezeti tagokat neveljünk. Természetesen ez a jó, és ez, hogyha működőképes, ez, ez a jó, ha minél többen be tudnak kapcsolódni a gyülekezetbe, de már az is egy nagy előrelépés, és ez tapasztalom már így, nyolc év táblatából látom azt, hogy a én szolgálataim kezdetén végzettek érettségizett diákok, most tartanak ott, hogy már házasság előtt állnak, most tartanak ott, hogy születnek a babák, és keresztelkedés kapcsán keresnek meg minket, és hogy milyen nagyszerű az, hogy ők otthon érezték magukat a templomunkba, otthon érezték magukat a gyülekezeti közegbe, és nem félnek bekopogtatni, nem félnek felhívni engem, és, és így hosszú távon én azt látom, hogy az a magvetés, ami ott elindult, az be fog érni. És vasárnaponként is a templomban azért látunk fiatal arcokat, akik, akik, még újak, és meg tudjuk őket szólítani. Tehát ez mindenképpen egy, egy, egy beért, beért dolog fog, vagy azzá kezd válni és hát akkor a beiktatás amit már itt többször említettünk ugye december 18-án történt meg ez a jeles esemény nekem az a kép jut mindig ilyenkor bárhol is bármely egyházban történjen lelkipásztori beiktatás, felavatás, ki hogy nevezi, ez tulajdonképpen szóval, olyan lehet, mint egy házasság, mint a házasság, amit Isten megszentel, de emberek előtt is köttetik, és emberek által is megszentelődik. Te hogyan élted ezt meg, és kik voltak jelen, hogyan kell elképzelni, illetve nem kell elképzelni, hiszen tudhatunk erről. Ez számomra egy nagyon meghatározó, erőt adó alkalom volt, a beiktatás egy istentisztelet keretén belül történik, az egyháznak, a református egyháznak a vezetése jelen szokott, és jelen is kell, hogy legyen. Békésen konkrétan Fekete Károly Püspök úr volt az, aki, aki, igét hirdetett, és magát a beiktatásnak az eseményét, az mindig a helyi esperes végzi, ez Demeter Otto Zsadányi lelkipásztor, ő most az esperes. Nagyon jól fogalmazott Katona Gyula is ugye mondott gondolatokat ott a beiktatáson, és bennem is ez volt már az előtt is, hogy nem nem is beszéltünk össze, és mégis ugyanaz a, a gondolatsörült ott eszünkbe, hogy egy őrségváltás, Habakú könyve alapján ugye őrhelyemre állok, itt egy őrségváltás történik, amikor egy gyülekezetbe beiktatás történik, mert hogy a gyülekezet lelki pásztora egyfajta őrállóként kell, hogy legyen a gyülekezetnek a, a, a vezetője. Ugye tudjuk, hogy nem egyedül vezeti egy személyben a lelki, hanem van egy presbitérium, békésen egy 16 fős presbitérium. annak a, az élén a, a gondnok áll, a fő most már. És a, és a lelki pásztor, a vezető lelkész, akik gyakorlatilag ketten vezetik és ketten felelnek a gyülekezet dolgaiért. De a lelki pásztor az, aki a gyülekezet hitéletének, lelki életének, a lelki életének a fejlődésében mindenképpen fontos szerepet játszik, és ezt az őrálló szerepet kell, hogy vállalt egy beiktatás során. Itt egyébként szimbolikus jelleggel át szokták adni a egyházközség pecsétjét, meg a templom kulcsát, hogy érezze a leendő vezető lelkész, vagy az épp akkor, akkor már vezető lelkész, hogy mi az, ami, ami rávár, és milyen feladat az, amit, neki felelni kell. Egyrészt az emberek előtt, de legfőképpen Isten előtt. Érdekes az őrálló kifejezés és az ige, megint csak kicsit a katonasághoz tudnák hasonlítani, hogy hogy nem összeérnek ezek a fogalmak. Mm. Fiatal emberként vállaltad el ezt a megbizatást, 32 éves vagy. Így igaz. És azért ez, akárhogy is nézzük, egy gyülekezetnek a vezetése, legyen bármely méretű, bármekkora méretű gyülekezetről, önmagában a szolgálat súlya, azért ez egy nagy súly. És bár tudjuk azt, hogy ilyen szempontból még friss ez a fajta szolgálat, ez a vezetői szolgálat ebben a tekintetben, de mi az, ami már mondjuk ezzel kapcsolatban, ezzel a szolgálati területtel kapcsolatban például igék tekintetében megfogalmazódik, ami, hiszen a fejlődést te magad is sokszor említetted itt ezekben a percekben is, amit, amit fontosnak tartasz, lelki írés, lelki fejlődés, továbbvitel. Mi az, ami, ami számodra mindenképpen fontos, lehet, függetlenül attól egyébként, hogy hol szolgálsz, és mi az, ami mondjuk kifejezetten akár a tapasztalataid az itt töltött évek alatt is úgy megért benned, hogy, hogy ezt ez fontosnak tartott, tovább akarod vinni, esetleg valamiben újat kezdeni. Mi az, mik azok az üzenetek, amelyek most például úgy benned dolgoznak? Van egy ige szakasz, ami, ami bár amikor ifjúsági lelkészként szolgáltam, akkor a SDG helyi uh, ifjúsági szervezet nek is egyfajta mottója volt, még a pólunkra is rányomtattuk. Uh, Jézus mondja azt, hogy Isten országa közöttetek van. És így a kezdeti időszakban, itt a legelején is uh, nagyon gyakran szoktam felhozni ige hirdetések kapcsán is, meg beszélgetések kapcsán is, hogy Isten országa közöttünk van, és nekünk építenünk kell Isten országát. Nekem az a, az a célom, az a vízióm, és én azt szeretném látni majd évekkel később, hogyha Isten ad ehhez bölcsességet, meg kellő erőt, hogy, hogy a gyülekezet az egy nagy családként tudjon működni. Ne csak az alkalmakon találkozzunk, hanem az alkalmakon kívül is. Hogy az életünk ne csak a, a hitéletünk kapcsán érjen össze, hanem más egyéb alkalmak során is mert így tudjuk valóban reprezentálni, hogy Isten országa közöttünk van, így tudjuk a külső szemlélők között is úgymond kívánatossá tenni ezt a keresztjén ért értékeket és életvitelt, hogy azt látják, hogy mi nem csak az alkalmakon tudunk együtt lenni, hanem folyamatosan. Ehhez viszont nagyon komoly gyülekezetépítő munka szükséges, hogy minden egyes tag belássa azt, hogy attól, hogy mi testvérek vagyunk, az pontosan azt jelenti, hogy mi a nap 24 órájában testvérként kell egymáshoz viszonyuljunk. Tehát ez, a, hogy Isten országa közöttetek van, ez nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent nekem, hogy meg tudjuk ezt élni közösségi szinten is. Azt hiszem ez egyben tökéletes záró gondolat is volt. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok erőt kívánunk a további szolgálatodhoz. Én köszönöm is. a megtisztelő meghívást, és köszönöm szépen. Kedves nézőink, a kikötőt látták és hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak, legközelebb két hét múlva találkozunk, addig is kövessenek bennünket a televízió képernyőjén, YouTube csatornánkon, a behír.hu-n és a Csabai mérleg hasábjain. Viszontlátásra!